A hívekből, élőkövekből épült szabadtéri templomnak nevezte a helyet Csizmadia István, a belvárosi főplébánia plébánosa. Azt is mondta, joggal nevezhetik a búcsúnapjának augusztus 2. vasárnapját itt, a hatvani hóstja Szent János negyedében. Ez a búcsúnap összegyűjti a híveket, és bár a hétköznapi életben rengeteg különbség van a megjelentek között, de ott a Szent Misén megszűnik minden különbség. Csizmadia István úgy fogalmazott, mindannyian édesanyjuknak tekintik a nagyboldogasszonyt, és testvérekként találkoznak egymással. Az egység napjának is nevezhetik ezt az ünnepet. Az egységünk ünnepének is, búcsú napjának is nevezhetjük ezt a napot. De ez a hely is egy kicsit sugallja ezt a gondolatot. Mert ahhoz, hogy létrejöhetett és létrejött ez a búcsú ünnep, az itteni imádkozásnak alkalmai, ahhoz egységbe kellett fornia sok szívnek. Azt is mondta, sok jó szándéknak kellett találkozni, sok jó akaratnak kellett megmozdulni, hogy kialakítsák ezt a helyet, hogy ott találkozhassanak, imádkozhassanak. Igazából ezt mi Fertelmest csak az ötödik negyed karoltuk föl. Édesapám 90 éves korában, most egy éve hunyt el, és ő gyerekkorában ez igazából búcsúhely volt. És ő kérte azt, hogy fiam, ha tudjátok, akkor karoljátok föl. És nem csak az ő emlékére, hanem az itteni embereknek, a lakosoknak és a hóscsai embereknek a megtiszteltetésére szeretnénk ezt a hagyományt fölkarolni. A haranglábat 1991-ben állították fel, a harangot még 1928-ban öntötték, szerepel rajta, hogy ez a negyed harangja. A fertelmesterek közössége most felújította a haranglábat, a Mária szobor talapzatát, festettek, rozsdátlanítottak, csiszoltak, lakkoztak, kijavították a harangtetőt. Cseh István választmányi tag azt mondja, fontos, hogy mindenki részesévé váljon a munkának, mert akkor magáénak érzi a szobrot és a haranglábat is.